Végig tudod húzni nekem a kezedet, hogy hol látok benne a zöldet? Na, hol van? Itt. Ott van a zöld. Meg hol van még benne? És még mennyi zöld van benne? Nem mutatom nekem. Nagyon jó. Fantasztikus. A 3 éves kislány egészséges fejlődését ellenőrzik ezekkel a vizsgálatokkal. Meghatározott időközönként találkozik a gyerekkel a védőnő. A januártól életbe lépő gyermekvédelmi törvény egyik leghangsúlyosabb változása az, hogy a gyermekorvosi kötelező vizsgálatok mellett a szülőnek a védőnői szűrővizsgálatokra, úgynevezett státuszvizsgálatokra is el kell vinniük a gyermekeiket. Szankcionálják azokat, akik megtagadják a védőnőkkel való együttműködést. Nagyon örülünk a törvény változásának, mert ezzel lehetővé teszi a mi munkánknak a biztosítását is, mert sajnos tapasztaljuk azt, hogy nagyon sok szülő a státuszvizsgálatot nem veszi komolyan, tehát nem hozzák be a gyereket, úgy gondolják, hogy erre nincs szabadságuk, vagy nincs idejük erre. Viszont a státuszvizsgálatokkal azt érjük el, hogy a gyermek fejlődését folyamatosan figyelemmel tudjuk követni, és ezáltal az esetleges problémákat hamarabb ki tudjuk szűrni, és a tovább is megtörténhet. A szakember hozzátette, nem csak egészségügyi szempontból fontosak ezek a találkozások, hiszen a védőnők megismerik a család szociális-mentális állapotát is, ha családot látogatnak, ezért a szülőknek otthon is kötelező lesz fogadni őket. Nyíregyházán ebben a körzetben évente 20 olyan eset is akad, ahol a családsegítőket vagy a gyermekvédelmet be kell vonni egy-egy problémás helyzet megoldásába, mondta el a védőnő. A szakma úgy véli, a védőnőkön keresztül erősödhet a jelzőrendszer is, és a beavatkozások eszközrendszere is bővült a törvényi változtatással. Megvan annak a lehetősége, hogy a gyámhatóság is rögtön olyan, ahogy az előbb is említettem, hatósági kényszert alkalmazzon, illetve rögtön tovább lépjünk. Nyilván ezzel nem az a cél, és ugye a szülőknek az együttműködése a hangsúlyos, nem az a cél, hogy egyből kiemeljük a gyereket a családból, hanem sokkal inkább ennek az együttműködésnek, ha mondhatom így, kikényszerítése, hiszen az a hosszú távú cél, hogy a gyermek a családjában kapja meg mindazt a támogatást és lehetőséget, ami az ő fejlődéséhez szükséges. A szakemberek szerint eddig is a család védőnőktől, családsegítőktől való elzárkózása miatt voltak képtelenek kiemelni a családból a bántalmazott gyereket. A törvény alkalmazása ezen változtathat a jövőben.